8 perc múlva lesz 8:30, már is folytatjuk a ma reggelt az M1-en. A Magyar Falu Program, az Ökumenikus Segélyszervezet és több hazai vállalat összefogásának köszönhetően a Somogy vármegyei Kastélyos-Dombon országosan is modellértékű fejlesztések valósulhattak meg. Többek között teljes felújításon esett át a falu központi útszakasza, sikerült elvezetni a csapadékvizet, és a terület tájépítészeti kialakítása is nagy hangsúlyt kapott. De már is jönnek a további részletek, Tita Néla folytatja vendégeivel. Így van, két vendégem is van a témában, Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója, jó reggelt! Jó reggelt! És Budai Gergő, a Vantage Towers igazgatója, vezérigazgatója, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Ugye több mint egy évtizede van jelen az Ökumenikus Segélyszervezet ott Kastélyos-Dombon. Mi mindent sikerült ott eddig kialakítani? Ugye eleinte ez egy karitatív, szociális jellegű munkával indult, hiszen ott működtettek egy családok átmeneti otthonát, illetve egy ilyen segítőközpontot is. Így van, ezzel indult. Ott volt egy egykori kastély, ami használaton kívül volt gyakorlatilag, és azt ajánlották fel nekünk, hogy ott létre lehet hozni egy szociális intézményt. Ez volt a családok átmeneti otthona, viszont egy egészen egyedülálló környezet veszi körül ezt az épületet, az egykori kastély, kert, a gazdaság. És akkor mi úgy döntöttünk, hogy akkor egy modellprogramot indítunk, ami messze túlmutat azon, mint hogy a családok ott egy másfél évet átvészeljenek, hanem akkor arra használjuk azt az időt, hogy nekik esélyt adjunk az újrakezdésre. És vidéken az újrakezdéshez nagyon fontos a gazdálkodás, az állattenyésztés, tehát elkezdtünk ott ilyeneket oktatni, és magából az egykori kastélygazdaságból létrehoztunk egy szociális gazdaságot, ahol a családok tudnak dolgozni. Na, ez volt az első lépés, aztán ezt követték különböző társadalmi vállalkozások, egy sajtműhely, kis falusi turizmus, vendégházakkal, gyógynövényszárító, komló, szóval sok minden, ami bevételt is tud generálni, és most már ott tartunk, hogy túlmentünk a kerítésen és az egész településnek a fejlesztéséről beszélhetünk, amiben például a mobil technológiának is nagy szerepe van most már. Igen, és ebbe kapcsolódott be ugye a Vantage Towers. Hogyan kezdődött ez az együttműködés az Ökumenikus Segélyszervezettel? Hát nekünk a segélyszervezettel való kapcsolatunk, vagy együttműködésnek, ennek van már egy hosszabb múltja, de jelen esetben ugye két probléma merült fel. Az egyik, hogy a településen, illetve a kistérségben is nagyon gyenge volt a térerő, úgymond, tehát egy mobil internet lefedettséget kellett teremteni, és ha már ezen dolgozunk, akkor próbáljunk meg egy olyan konstrukciót kialakítani a Tornyok a Jó Szolgálatában programunk keretében, hogy akkor valamilyen állandó juttatást, bevételi forrást, támogatást is tudjunk adni a segélyszervezetnek. És akkor említette ezt a programot, hogy ezek szerint a cég számára ez a fajta társadalmi szerepvállalás, ez egy kiemelten fontos ügy. Igen, hiszen mi is ebben a társadalomban élünk, mi is ennek a társadalomnak a részesei vagyunk. Ugye több mint 2400 bázisállomásunk van Magyarország teljes területén, és ilyenkor igyekszünk a helyi közösségeket, a helyi programokat is támogatni, fejlesztésekkel segíteni. És itt egy olyan különleges konstrukció került kialakításra, hogy nem csak megépítettük ezt a bázisállomást, és megteremtettük a Vodafone, illetve a Magyar Telekom segítségével a lefedettséget, vagy a térerő a kistérségben, hanem mindezt úgy tudtuk megcsinálni, hogy mi lemondtunk az ő betelepülési díjaikról, vagy bérleti díjaikról, és ezt közvetlenül a segélyszervezet megkapja támogatásként minden évben. Amikor a segélyszervezet megjelenik egy-egy településen, ahogy ugye 10 évvel ezelőtt Kastélyos-Dombon is, már eleve ebben a komplex koncepcióban gondolkodik, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy segítik az embereket, a családokat, vagy a rászorulókat, hanem az egész településnek, a térségnek is próbálnak valami pluszt adni. Azt nem állítanám, hogy 10 évvel ezelőtt pontosan tudtuk, hogy a következő 10 évben milyen lépésekben fogunk haladni, de azt igen, hogy a segélyszervezet mindig komplexen gondolkodik, és nagy alázat kell ahhoz, hogy amikor megérkezünk egy településre, akkor először megértsük, hogy ott mi történik, hogy mi az, ami valójában hiányzik onnan. És ezek nem az élelmiszercsomagok, amik hiányoznak, tehát hogy nem az a célunk, hogy átmeneti segítséget adjunk, hanem például mondjuk munkahelyeket teremtsünk, vagy elindítsunk egy gyerekfejlesztő programot, ami egy jobb jövőt tud biztosítani a térségben élő gyerekekre. És minden térségnek, minden falunak vannak hagyományai, amire nagyon szépen lehet építeni például munkahelyeket, megnézni, mi az a tudás, ami jelen van, milyen adottságú az adott
település, és akkor ezt egészíti ki mondjuk egy modern technológiai megközelítés, és tényleg hosszú távon kell gondolkodni, ez nem egyik napról a másikra, mert hát meg ez nagyon fontos az összefogás, mi mindig akkor tudunk ugye segíteni, hogyha bennünket támogatnak. Most ez lehet a Ventis Towers ebben az esetben egy vállalat, vagy ugye most zajlik az adventi adománygyűjtésünk a 1353-as adományvonalon, ha már mobiltelefonokról beszélünk, ugye bárki tud segítséget nyújtani, és ez a sok féle adomány, támogatás, összefogás, jelen esetben a Magyar Falu program is, amiből az út meg az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra meg tudott épülni, újulni, ez mind-mind kell ahhoz, hogy egy falu valóban életre tudjon kapni, és most már a számok is azt igazolják, hiszen egy elnéptelenedő falu helyett egy fejlődő kistelepülést látunk. Ezek szerint a helyiek is bizalommal fogadtak, vagy fogadnak titeket, és ők is látják nyilván ezeket az eredményeket, hogy nem csak halat visztek, hanem halászni tanítotok. Így van, illetve itt most már tényleg azt lehet mondani, hogy a helyiekkel egy közös munkáról beszélünk, és a valamennyi folyamatban részt vesznek a helyiek, tehát nem helyettük dolgozunk, nem helyettük viszünk oda valamit, hanem velük együtt igyekszünk egy jobb jövőt biztosítani a kastélysdomboriaknak, és ma már itt nem csak kastélysdomborról beszélünk, hanem egy egész térségről, úgy, ahogy az adótoronynak a hatóköre is már nagyobb, és nem csak kastélysdomborra szolgáltat, maga ez a térségfejlesztési program is messze túlmutat Kastélysdombon. Ez a technológia egyébként, amit oda vittek, ez nyilván nem csak a lakossági felhasználást fedezi, vagy fedi le, hanem itt a cégek számára is biztosít egy nagy sebességű elérést, és ezáltal a munkájukat segíti. Természetesen itt a mobil szolgáltatókkal együttműködve, ugye 4G, illetve 5G szolgáltatást vittünk a településre, illetve a kistérségbe, és mindig azt szoktam mondani, hogy itt ugye nem csak egy antennáról van szó, hanem ezen az antennán keresztül ugye megnyílik a világ gyakorlatilag, hiszen ugye ezt lehet fejlesztésre, oktatásra, képzésre is használni. Vannak-e távlati tervek Kastélyosdombóval kapcsolatban? Hát mi nagyon szeretnénk, hogyha évről évre újabb fejlesztések tudnának megvalósulni. Például most egy pajta rekonstrukció zajlik, ami majd a kerékpáros turizmust fogja szolgálni. Ez talán Európa egyik legszebb kerékpárútja, ami ott a Dráva mentén megy. Nagyon sokan járnak arra. Mi azt reméljük, hogy akár Kastélyosdombon kívülről is érdemes lesz odajönni, megállni, megcsodálni ezt az új helyszínt, és másrészt meg szeretnénk, ha ez tényleg egy modell, egy példa lehetne. És akkor már említette is, hogy ugye itt vagyunk mindjárt karácsony, bő egy hét múlva itt vannak az ünnepek, és ez az időszak egy segélyszervezet életében mindig arról szól, hogy igyekeznek segíteni, szépé tenni azok karácsonyát is, akiknek egyébként nem lenne annyira tündöklően fényes. Zajlik az adománygyűjtést, hogyan lehet adakozni, illetve milyen adományokat visznek majd a rászorulóknak? Ilyenkor párhuzamosan zajlik az adománygyűjtés és az ünnepi segélyakciók. Ugye az adománygyűjtés, ez a bizonyos 1353-as adományvonal, ez most is él, hogyha valaki ilyen reggeli torna jellege most felhívja, akkor tud 500 forintot adni a 1353-on. És hát az ünnepi segélyakciók, ma például 1200 gyereknek lesz karácsonyi ajándékozás, holnaptól gyakorlatilag indul a melegételosztásunk, Csepelen tűzifa segélyakció, gyerekkarácsonyok. Tehát igen, ilyenkor mindent megteszünk azért, hogy az ünnep szép legyen. Az adománygyűjtés célja meg az, hogy ne csak az ünnep legyen szép, hanem jövőre is tudjunk lenni a rászorulók mellett. Nagyon jó munkát kívánunk a továbbiakhoz is, köszönjük, hogy itt volt, és Budai Gergőnek is szintén köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.